Vármegyéről Vármegyére. Zala. A mecénás ötlete. Helikoni ünnepségek. Gróf Festetics György 1817-ben Keszthelyi birtokán vendégül látta a környék jeles íróit, költőit. De ez nem egy öncélú cselekedet volt, mert meghívta a helyi gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóit is, hogy legyen közönségük a poétáknak. Az irodalomtörténetű jelentőségű rendezvénysorozat 1819-ben a házigazda halála miatt akkor abba maradt. Ám a vendégek Kisfaludi Sándor, Berzsenyi Dániel, Pálóczi Horváth Ádám, Kazinczy Ferenc művei és a tiszteletükre ültetett díszfák megmaradtak. Az ünnepségek története majd másfél évszázaddal később folytatódott. 1957-ben keszthelyi lokárpatrióták úgy gondolták, hogy a forradalom utáni időszakban ébren kell tartani a hazafiságot, a kultúra iránti elkötelezettséget, az irodalom, a zene szeretetét. Mindent meg kell tenni azért, hogy a lehangoltságból az ifjúság kilábaljon. Ezért a dicső múlthoz fordultak. A következő esztendőben elkezdődtek az újkori helikoni ünnepségek. A többször átalakított versenyt 18 irodalmi, zenei, tánc és filmes kategóriában két évente rendezik meg. Ezeken 130-140 középiskola, 3500-4000 diákja és 250-300 kísérő tanár vesz részt. Ez Zala vármegye egyedülálló ifjúsági fesztiválja, a keszthelyiek helikonja, amely 2005 óta Németországból, Hollandiából, Csehországból, a Felvidékről és Lengyelországból is fogad résztvevőket. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.